A koronavírus járvány miatt fokozódó terhelés sújtja az orvostársadalmat. A növekvő betegszám miatt az orvosok vezénylésével próbálják ideiglenesen megoldani a helyzetet, amely most a házi orvosok bevonásával is megvalósulna. Dr. Sós Zoltán, a Magyar Orvosi Kamara Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei elnöke elmondta, hogy nagyon nehéz időszakot él meg a megyei kórház, hiszen az elsődleges ellátóközpontja volt eddig is a középsúlyos és súlyos COVID-19 betegeknek három megyét illetően. Folyamatos átszervezésekkel próbálják a kórház zökkenőmentes működését fenntartani. Jelen pillanatban, miután több kollega is kiesett koronavírus fertőzöttség vagy ellátást követő kontakt miatt az ellátásból, ezért a Nemzeti Népegészségi Központ a kormányhivatal, egy határozatban a kormányhivatal egészségügyi dolgozók kirendelésére kérte, kötelezte, és ezzel kapcsolatban házi orvosok kirendelése történne, akik releváns második szakvizsgával rendelkeznek, ugyan pulmonológus, anesteziológus, belgyógyász szakvizsgával, de évek óta nem dolgoztak a fekvőbeteg ellátásban. A Magyar Orvosi Kamara értesülése szerint a házi orvosok kirendelését megelőzően nem történt egyeztetés. Az Állami Egészségügyi Ellátóközpont által kinevezett megyei házi orvosi kollegális vezetővel, illetve a kirendelésre kijelölt kollégákkal sem. Egyeztetés mellett a megye egészségügyi ellátórendszere képes megfelelni az embert próbáló időszak kihívásainak, de elengedhetetlen a megfelelő megállapodás. A házi orvosok ellátásba történő bevonása csak abban a végső esetben merülhet fel, ha az elsődleges frontvonalnak számító alapellátás másképp nem biztosítható. A mi megyénk, hála Istennek, annyira nem erősen érintett a betöltetlen körzetek kérdésében. 20 olyan körzetünk van jellemzően a Beregben, ami betöltetlen. De ezek a kiesett kollégák pótlása nagyon nehezen oldható meg ebben a szituációban, amikor egy praxist jelenlegi feladatai adók gyakorlatilag a teljes rendelkezésre állási időt, nem csak a rendelési idő 4 óráját, hanem a teljes rendelkezésre állási időt felelik, és azon jócskán sokszor túl is nyúlnak. Én nagyon nehezen tudom elképzelni, és minden tiszteletem azoké a kollégáké, akik egy másik praxist kénytelenek helyettesíteni, akár egy karantén szituáció, akár pedig egy kirendelés miatt. A házi orvosi rendszer az őszi időszakban jelentős terhelés alatt végzi a munkáját. A megyei orvosi kamara meggyőződése, hogy egy évek óta kórházi munkát nem végző házi orvos kirendelésének ebben az esetben nincs nagyobb előnye, mint amilyen bizonytalanságot okoz az esetenként több ezer ellátott betegnél a megszokott ellátás hiánya a saját praxisában.